Sok szeretettel szeretnék köszönteni mindenkit itt a Klíma Farsangon. Hát joga mondhatom azt, hogy ez a világ első, vagy legalábbis Magyarország első Klíma Farsangja. Ugyanis, ezt alá tudom támasztani nektek információkkal, megdönthetetlen információkkal, ugyanis beírtam a Google-be ezt a fogalmat, hogy Klíma Farsang, és nem adott ki semmit. Persze a rendezvényen kívül nyilván, tehát az kiadta, hogy lesz itt ma valami, de maga ez a fogalom, mindenképpen minden személyiség mellett elmondhatjuk, hogy teremtettünk egy új fogalmat, ezt a Klíma Farsang nevű kifejezést, illetve nyugodtan szóljon valaki, ha már hallotta esetleg ezt valahol, de ha nem, akkor ezt így képviselni fogjuk és levédetjük, mert egyébként mögötte tartalom van, és így komolyra fordítva a szót, szeretném egy kicsit ezt, mivel már egy fogalmat teremtettünk, akkor azért azt meg kell magyarázni, hogy miért is van. Mivel erre a válasz sokrétű, és ezért is van az, hogy maga ez az egész este is sokrétű, ugye társszervezővel, előadással, koncerttel, táncházzal, ez pont amiatt van, hogy a válasz is olyan erre, hogy nem lehet így egy dologgal megindokolni, hogy miért is szerveztük meg ezt a Klíma Farsangot. Ezért azt találtam ki, hogy három oldalról közelítem meg a válaszadást. Az egyik, az legyen az emberek, akik részt vesznek ebben a dologban. A másik, az legyen az idő, hogy miért van most van. És a harmadik pedig legyen a hely, a tér, hogy pont itt rendezzük ezt meg. Azt gondolom, hogy ez a hármat megnézzük, akkor nagyjából a Klíma Farsang megtelik tartalommal. Beszéljünk akkor ezt az emberekről. Ugye mi népzenészek vagyunk, akik ezt a rendezvényt elindítottuk, és ezen az estén kiállunk egy társadalmi ügy mentén. A bennünket is a értelmiségnek nevezett kategóriába szoktak sorolni, és ez az értelmiség nevű kategória azért egyébként szuper, mert ad nekünk lehetőségeket. Például arra, hogy az ember, amit gondol, azt esetleg nagyobb fórum előtt is el tudja mondani. De arra is tud adni lehetőséget, hogy amit gondol, azt akár a szakterületével még alá is tudja támasztani. És akkor talán egy picit könnyebben hisznek neki az emberek. És így kanyarodunk át ahhoz, hogy az időhöz, hogy ugye pont most van, ott van ebben a Klíma Farsang szóban a farsang kifejezés, és ebből következik, hogy nekünk népzenészeknek van egy ilyen még speciálisabb helyzetünk ebben a történetben, hiszen van mit mondanunk még pluszban is a klímaválsággal kapcsolatban. Itt kettő dolog van, amit nagyon fontos megemlíteni, és a ma este mind a kettőről szó lesz. Az egyik az egy szimbolikus vonal, ugye a népdaloknak a szövege. Amiben pont egy kollégám mondta a héten, hogy mennyire érezhető az, hogy a paraszti társadalom életének teljesen szerves része volt a természet, és nem véletlen, hogy pont ezért metaforákban, a hasonlatokban pont a természetet használják. Amikor ki szeretnének fejezni valamit, vagy amikor a bánatukat fejezik ki, az örömüket, a szerelmüket, a természet egy ilyen teljesen alapvető dolog, amit használnak ilyenkor. Ez a szimbolikus vonal, erről lesz szó például majd lent a pincében, ahol ugye koncertek lesznek, annak az lesz az izgalma, hogy kicsit erről az oldalról nézzük meg majd a népdaloknak a szövegét. És a másik pedig az egy teljesen gyakorlati rész, ahol a nálam sokkal szakavatottabb Lendvai Tibor, néprajzos fog nekünk beszélni, itt majd most perceken belül. Ez pedig nem pusztán, de a gyakorlati része a történetnek, hogy a paraszti társadalom életében akár öntudatlanul is, de hogyan jelent meg a klímához való viszony, vagy a természethez való viszony. Tehát ez az idő, ezért hívjuk Klíma Farsangnak, hiszen most ugye a farsangi időszakban rendezzük ezt meg. És hát van itt még egy harmadik dolog is, az pedig a helyszín. De írtam a Facebook eseménynél, hogy nem véletlen a helyszínnek a választása. És azt is odaírtam a Facebook eseményhez, hogy közöttünk, népzenészek között is rengetegféle gondolkodású ember van. Ez azért szerepelt ott, mert ez a mai esemény a sztereotípiákról is szeretne szólni. Ez egy olyan téma, amit ritkán veszünk elő, és én úgy gondolom, hogy talán elérkezett az idő, hogy például mi népzenészek is azokat a sztereotípiákat, amiket velünk szemben támasztanak, azt így szépen lassan felejtsük el.
Egyébként a sztereotípiák ellen nagyon könnyű küzdeni, rájöttem. Ezt azt hittem, hogy ez ilyen tök nagy feladat. De egyszerűen csak ki kell mondani az ellenkezőjét. És akkor már is azt lehet mondani, hogy bocs, hát elmondtuk, hogy ez nem így van. Mire gondolok itt konkrétan? Például, ami konkrétan a klímaválsághoz kapcsolódik, hogy gyakran szokták azt mondani népzenészekre, hogy illetve a zenészekre is amúgy általában, hogy kevéssé állnak ki társadalmi ügyek mentén. Hát ez a sztereotípia például ez a ma este feltétlenül eloszlatja, hiszen most a klímaválsággal kapcsolatban fognak népzenészek muzsikálni, és ez lesz a fő csapásvonala a koncertüknek, amiért még gázsit sem kérnek. Szóval abszolút jótékonysággal fogják ezt csinálni. És természetesen ott van még az a rengeteg sztereotípia, amit most így ilyen, ez most ilyen történelmi jelentőségű lesz, érezzétek át, mert kimondom az ellenkezőjét. Szóval például mi népzenészek meg szoktuk azt is kapni, hogy milyen politikai meggyőződésünk van. Az, hogy valaki népzenész, az nem dekódol magába a politikai meggyőződést. Az, hogy valaki népzenész, az nem dekódol magában vallási hovatartozást vagy hitbéli meggyőződést. És ez azért fontos, hogy erről beszéljünk, hiszen amúgy a művészi önkifejezéssel is teljesen ellentétes az, hogyha nekünk azt mondják, hogy mi egyébként így gondolkodunk dolgokról, hiszen az akkor milyen önkifejezés, hogyha előre betesznek bennünket bizonyos kategóriákba. Szóval egy népzenész is bátran mondhatja azt, hogy klímaválság van például. Nem csak klímaváltozásnak nevezheti, hanem klímaválságnak is hívhatja ezt. És egy népzenész is itt lehet az aurórában, hogyha itt érzi otthon magát, és itt talál barátokra és társakra. Úgyhogy nagyon köszönöm mindenkinek, hogy ez az egész rendezvény megvalósulhat. Köszönöm a TÁSZ szervezőknek, az XR Magyarországnak, hogy ez lehetett az első közös projektünk. Nagyon köszönöm a fellépőknek természetesen, az előadónknak, akit majd mindjárt hallani fogtok. És én azt remélem, hogy ez egy útnak lesz a kezdete. Egy olyan útnak, ahol minél több ilyen társadalmi ügy mentén ki fogunk állni, és például a klímaválság terén segíteni fogunk egymásnak, hogy mi egy olyan generáció tudjunk lenni, akik egyszerre példamutatóak, ebben is segítenek egymásnak, hogy hogyan lehet példát mutatni és jól csinálni a dolgokat, és emellett aktívak is. És azért tartom ezt a kettőt nagyon fontosnak egymás mellett, mert hát bizony azért igaza van annak a fiatal Grétának abban, hogy ha mi teszünk valamit a magunk életébe a klímaválság ellen, az nagyon fontos, de azért mégiscsak ezt ki is kell mondani, mert vannak azok, akik szeretik azt csinálni, hogy amiről nem beszélünk, az nem is létezik. Ez azért egy ilyen ősi dolog és egy nagy igazság, hogy könnyen el lehet venni a dolgokat, úgyhogy igenis beszélni kell róla, igenis mondani kell, igenis el kell mondani, hogy klímaválság van, és sokszor kell elmondani, hogy nehogy azt higgyék, hogy ez csak valami pár embernek, vagy annak a Grétának az egyéni útja, ami úgy gondolja ő maga, hogy helyes. És legyünk mi az a generáció is, akik úgy is tudatosak vagyunk, hogy a képmutatásra is nemet mondunk, és valódi válaszokat akarunk a klímaválságra, és ehhez ragaszkodunk. Köszönöm, hogy meghallgatotok. Lendvai Tibor előadása következik. Köszönöm szépen, én is köszöntök mindenkit, Lendvai Tibor vagyok, és én nem akarok mikrofont használni egyenlőre, aztán majd lehet, hogy elmegy a hangom, akkor fogom. Hát nagyon örültem, mikor Krisztián felvetette ezt a témát, hogy készüljek a magyar parasztság és a környezet kapcsolatával, egy előadással a klímaválság apropóján. És hát elkezdtem készülni, elkezdtem bújni ezzel kapcsolatos szakirodalmat, persze nagyon keveset találtam, de találtam olyat, ami mindenképpen úgy gondoltam, hogy ide kell hoznom és beszélnem kell erről. És hát egy olyan diasorozatot sikerült összeállítanom, amiről szerintem, tehát ez egy sokkal nagyobb lélegzetvételű, mint a rendelkezésre álló időnk. Ezért lehet, hogy lesznek olyan diák, amiken csak úgy átsiklunk, és nem fogok róla beszélni, mert tényleg kevés az idő.
De az is lehet, hogy esetleg sorozatban oldjuk meg, tehát lesz egy másik rész, nem tudom. Ez a jövő kérdése még. Jó, a magyar paraszti kultúra és a környezet kapcsolata, ezt a címet adtam a vetítésnek, visszatekintés a klímaváltozás korából, de az egész fölé, az egész tetejére még egy másik címet is adtam, ez a pont-pont-pont változás cím. Ugyanis persze klímaváltozásról beszélünk, a klímaváltozás áll a központban, ez a fő témánk, de gyakorlatilag mást is behelyettesíthetünk ide. Akár éghajlatváltozásról is beszélhetünk, akár környezetváltozásról, de akár mentalitásváltozásról és szemléletváltozásról is, hiszen ez is ott van e mögött. Akár világképváltozásról is. Ugye ahhoz a paraszti életvilághoz képest, amelyről én itt most beszélni fogok ezen az előadáson, ahhoz képest nagyon nagyot változott a világunk. Az a kulturális közeg, amelyben most élünk, az gyakorlatilag merőben más, mint az a letűnt paraszti kultúra. Hogyha csak a nyelv területét nézzük, és ránézünk ezekre a szavakra, könnyen beláthatjuk, hogy igazából ez a használt szókészlet, amit használunk, mennyit változott. Gyakran én egy zeneiskolában dolgozom, és népzenész gyerekeket tanítok néprajzra. Hát gyakran a népdalszövegek jelentésének a puszta megértése is problémát okoz. Hát még, hogyha valami szimbolikus tartalom is van mögötte, akkor pláne. Másik kultúrában élünk. Ez már egy másik kultúra. De mi az a kultúra? Ugye nem egyértelmű a kultúra szó jelentése, mert nincs két egyforma kultúra. Nagyon nehéz definiálni, mert időben is, térben is, egymástól távol élő közösségek esetében eltérően szerveződik a kultúra, és ugyanakkor egy közösség kultúrája is időben változik. És továbbá még ehhez hozzájön az is, hogy nincsen megállapodott jelentése a kultúra szónak, nincs egy általános kultúra definíció, hiszen a használói is különböző dolgokat értenek alatta, és a kultúra kutatók is néha tágítják a jelentéskörét, néha szűkítik a jelentéskörét. De találtam egy olyan kultúra definíciót, én nem akarok a többiről beszélni, bár ez is egy nagyon izgalmas téma, de találtam egy olyan kultúra definíciót, ami hát mindenképpen ide passzol. Andorka Rudolf, a híres szociológus definíciója szerint, felolvasom, a kultúra a külső környezethez való alkalmazkodás eszköze, és ha a kultúrában az alkalmazkodás előnytelen mintái alakulnak ki, akkor az alkalmazkodás sikertelenné válhat, és végeredményben a közösség elpusztulásához, széteséséhez, eltűnéséhez vezethet. Hát ez elég durva. A természettel együtt élő parasztság alakította a kultúrát. Gyakorlatilag a kultúra is alakítja, a környezet is alakítja a kultúrát, és a kultúra is alakítja a tájat. Beszélhetünk kultúrtájakról. Ugye ilyen mozaikos, változatos tájakról, amit a természettel harmóniában élő embercsoport alakított ki. Ugye ezeken belül látszik, hogy a táj és az ember harmonikus kölcsönhatásban élt. Vagy harmonikus kölcsönhatásban él. És valamiféle sajátos értéket állít elő közben. Vannak olyan vizsgálatok, amelyek az emberi kultúrát úgy vizsgálják, hogy a természeti környezetének, tehát a természeti környezetével való kölcsönhatásában vizsgálják a kultúrát. És tulajdonképpen azt a népi természetismeretet vizsgálják, a hagyományos ökológiai tudást, ami a hagyományban élő közösségek bioszférára vonatkozó tudása. Ebben a tudásban, tehát a tudás kialakulásában, tehát ebben a hagyományos ökológiai tudás kialakulásában nagyon nagy szerepet játszik a környezetre való ráutaltság. Tehát az, hogy ez a kultúra rá van utalva arra a környezetre. De mi ez a környezet? Ugyanis a környezet az nem csak a fizikai környezetet jelenti. Amikor elkezdtem készülni erre az előadásra, akkor megpróbáltam átgondolni, hogy az ember és környezet kapcsolatában mik voltak régen azok a dolgok, amik,
amik mára már olyan nagyon jelentősen megváltoztak. És hát úgy gondolom, hogy ennek a változásnak az alapjait azt a szellemi kultúra területén kell keresnünk. Mégpedig a világképben, a hagyományhoz való viszonyban, a megélhetéshez való viszonyban, az időhöz és a közösséghez való viszonyban. Hát nézzük mindjárt a világhoz való viszonyt. Teljesen természetes dolog, hogy mindenkinek más jelent a világ. Ez régen sem lehetett másképpen. Más jelentett a világ egy rideg pásztorembernek, vagy egy falusi fazekasnak, vagy egy gyógyfüves asszonynak. Teljesen más jelentett a világ. Más lehetett a világhoz való viszonya. Ebből a hagyományos ökológiai tudásból teljesen más szeletet birtokolt, de egy dolog közös benne, ez pedig az, hogy a világképe az ugyanazokból az elemekből épül föl. És mik ezek az elemek? Gyakorlatilag a tapasztalati tudás, a világ vallásos magyarázata és a mágikus-mitikus világkép. Ez a három dolog a legfontosabb összetevője a paraszti világképnek. És ez egyszerre van jelen a parasztember tudatában. Ugye a tapasztalati tudást nem kell megmagyarázni. A világ vallásos magyarázata? Hát mit jelentett ebben a világképben? Mi volt a vallás szerepe ebben a világképben? Ugye az egyik legfontosabb feladata az volt, hogy magyarázza az embert körülvevő környezetet. Magyarázza meg. Mondja el, hogy ő hogyan keletkezett. Mondja el, hogy ki teremtette. Sőt, kijelölte benne az ember helyét. Megmondta, hogy hol a helye az embernek ebben a világban. Ugye vallásos szertartásokon való részvétel, a rendszeres templomlátogatás gyakorlatilag egyfajta rendet biztosított az emberek életében. Megvolt a rendje az életnek. Az élet keretéül szolgált. És nem csak az ünnepnapokon volt ez a templomlátogatás, hanem a hétköznapokban is, a hétköznapokat is teljesen átítatta a vallás gyakorlása. Ugye az ember nem volt egyedül még a magányában sem, hiszen mindig tudta, hogy fordulhat valakihez. Mindig tudta, hogy lehet valakitől segítséget kérni. Mindig tudta, hogy lehet valakinek hálát adni. És hitték az emberek, hogy a teremtett világ javai azok nem csak úgy vannak, csak úgy vannak értük, hanem tudták, hogy a haszonvételt azt meg kell köszönni. Azért hálát kell adni. Hiszen ezzel tulajdonképpen újra és újra az életet köszönték meg. Ugye a mágikus-mitikus világképről is azért két szót mondanék. Ugye ez azt jelentette, hogy minden evilági jelenséghez hozzákapcsolta a paraszti gondolkodás a természet feletti jelenlétét. Tehát míg a vallás az általában az ilyen nagyobb volumenű dolgokra irányult, tehát az emberi lét alapvető problémáira, addig a mágia az mindig valami speciális, mindig valami konkrét részlet problémákra vonatkozik. Mondok egy példát. Ugye a gazdálkodás sikerét nem csak az befolyásolta mondjuk a gabonatermesztésnél, hogy helyesen kezeljék a talajt, hogy helyesen tárolják télen a vetőmagot, tehát mindenféle mezőgazdasági munkát helyesen csináljanak, hanem befolyásolta a gazdálkodás sikerét az is, hogy ott volt-e a körmeneten az az ember, elmondta-e azokat a fohászokat, amiket kellett, megáldotta-e a gabonát a pap. Ugye itt a képen egy Szent Márk napi búzaszentelő körmenetet látunk. De ugyanakkor az is befolyásolta a gazdálkodás sikerét, hogy az egyes munkákat, az egyes gazdasági munkákat tényleg kísérték-e azok a mágikus cselekedetek, amiknek kísérniük kellett. Nem akarok erre nagyon sok példát mondani, mert akkor tényleg elveszünk a részletekben, de azért egyet mégiscsak ki kéne emelnem. Például az, hogy sokszor a karácsonyi abroszból vetették tavasszal a gabonát. A mindennapi kenyérnek az alapanyagát, a gabonát, amiért 10 hónapot dolgozni kellett, hogy oda tehessék az asztalra. Hát persze, hogy fontos volt. Nem a boltban vették a kenyeret, meg kellett termelni. Na most, ugye
karácsonykor, ott volt a karácsonyi asztalon, az ünnepi asztalon a rengeteg jó kívánság, ott volt a rengeteg bőség, ugye karácsonyra igyekeztek mindent bővebben, mindent rangos ételeket tenni, és a karácsonyi asztal köré oda voltak rakva a gazdaság szerszámai, a karácsonyi asztal alatt ott volt az ekevas, ott volt a vetőgabonából egy kevés, egy kis kosárba, hogy az a bőség és az a gazdagság, az az egészség, az átháruljon a gazdaságra is, majd hogyha ezeket szépen szétszórják a gazdaságban. És egy tavasszal nem véletlenül a vető ember, a magvető a nyakába kötötte a karácsonyi abroszt, abba tette bele a kenyérgabonának valót, és abból szórta a szántóföldre. Tehát ez, ugye ez itt egy mágikus vonatkozása ennek a dolognak. Itt a szöveg az pedig egy gyergyói, húsvéti határjárásnak a szövege. Adjunk hálát a mi kegyelmes teremtő úrunknak és Istenünknek, hogy megadta érnünk a mai dicsőséges napot, úgy, mint Krisztus halottaiból való dicsőséges feltámadásának szent ünnepét. Azért irgalmasságát kérjük ezen vetésekre, hogy azokat jég le ne verje, forgószél föl ne forgassa, a fergeteg el ne tiporja, a hőség ki ne égesse, az árvíz el ne ője, hanem épségben megtartván kezünkben méltóztassa, hogy az ő szent nevének legnagyobb dicsőségére romlandó testünknek táplálást vehessünk, annak fölötte szegény atyánk fiának irgalmasan kedveskedhessünk, kegyesen engedje. Ugye itt, vagy akár a pásztorember, aki az állataiért fohászkodott, a állataiért való aggodalommal fohászkodott, ugye az ismert népdalszöveg, Istenem teremtőm, adjál egy jó esőt a szegény barmoknak, jó legelő mezőt. Ugye, ez teljesen komolyan gondolhatta, és a fohász túlsó oldalán, akinek szállt, az a világ teremtője volt. Ő úgy gondolta. Ezek mind egy olyan ember és természet közötti viszonyról árulkodnak, ahol az ember tudja a helyét a világban. Ahol az ember tisztában van azzal, hogy nem ő a legfelsőbb hatalom. Nem ő az irányító. Nagyon is jól tudja, hogy függ a környezetétől. Függ a természet felettitől, és függ a természettől is egyaránt. És itt igazából ez a szétválasztás is felesleges. Tehát a természet feletti és a természet nem válik szét, hiszen amikor egybeolvad. Amikor például a legény kiment az erdőbe, és lehajlított egy bodzabokort, lekötözte, és azt mondta, megfenyegette a bodzabokrot, hogy na te bodzabokor, addig én nem engedlek föl innen téged, amíg a Juliska belén nem szeret, Akkor miről beszélünk? Arról beszélünk, hogy gyakorlatilag a természet és a természet feletti egyetlen nagybetűs környezetté olvad össze. Aztán a hagyományhoz való viszony. Óriásit változott. A hagyományos kultúrában a hagyomány keretei között élő ember számára a hagyomány megtartásának a kérdése az nem merül fel. Tehát nem azért teszi a dolgokat, mert ez a hagyomány. Teszi a dolgát, éli az életét, ahogy azt tették az elődei, ő azt tanulta, ebben szocializálódott, ezt folytatja, de nem merül fel az, hogy valamit azért tegyen, hogy az fennmaradjon, hiszen nem volt más alternatíva. Ezt kellett, hogy tegye. Igazából a hagyomány ápolás kérdése az már akkor merül fel, amikor megváltoznak a közösség gazdasági, kulturális, szociális keretei fellazulnak, társadalmi keretei fellazulnak, és akkor már tényleg, akkor már vagy eltűnik a hagyomány, vagy beteg és ápolásra szorul. Hadd idézzem Gazda Józsefet, hát ennél tökéletesebben nem is lehetne elmondani ezt, hogy ez egy törvény. Ahogy Nagy Olga fogalmazott, a hagyományban, a törvény szorításában élt az ember. A hagyományok sokszor szokástörvények, sokszor babonaságok formájában éltek. És kötelezőek voltak a közösség minden tagjára nézve. Szigorú életrendet diktáltak, ami alól senki nem vonhatta ki magát. Ebben az egységes életben mindenkinek helye volt, mindennek ideje volt. Sohasem az egyén döntött afelől, hogy a napnak vagy az évnek melyik szakában mit cselekedjék. Pontos ideje volt az állatok etetésének, szaporításának, a növénytermesztés minden fázisának, sőt, még az ipari jellegű munkáknak is. Nem csak a kendernyűvésnek, áztatásnak, hanem még a fonásnak, szövésnek, szapulásnak, a vászonfehérítésnek is. Tehát a hagyomány az törvény volt. Aztán a megélhetéshez való viszony.
Ugye a parasztgazdaság alapvető jellemzője volt az önellátásra való törekvés. Amikor értékmérővé vált a munka. Tehát igyekeztek mindent saját maguk megtermelni. Persze ez nem volt lehetséges, hiszen hát nem tudták megtermelni, hiszen nem tudtak termelni sót, azt meg kellett valahonnan venni. Olyan helyeken, ahol nem volt olyan jó minőségű termőföld, például az Őrségben. Nagyon agyagos talaj van az Őrségben, és nagyon hideg, kötött talaj, nem termett olyan jól a gabona, a búza, a kenyérgabona. És ahogy egy bácsi mondta, egy őrségi bácsi mondta, hogy az őrségi föld sütve jó. Azért sütve jó az őrségi föld, mert olyan kerámiákat tudtak belőle készíteni abból az agyagból, hiszen olyan kincs volt. Az egész Dél-Dunántúlon nem volt olyan agyag, amiből tűzálló kerámiákat tudtak volna készíteni. Voltak tálasok, voltak korsósok, igen, azokat lehetett készíteni. Na de olyan kerámia, sütő-főzőedényeket, amikben ételt lehet készíteni, olyanokat nem tudtak előállítani. És ezek az őrségi fazekasok elkészítették a kerámia edényeiket, felrakták szalma közé a szekérre, és beszekerezték vele az egész Dél-Dunántúlt. Elmentek Somogyba, elmentek Baranyába. És mit vettek érte? Búzát. Vagy a somogyiak ugye nagyon jó minőségű gabonatermet. Télen a Balaton jegén átmentek a Veszprémi vásárba, és gyakorlatilag elcserélték a bakonybéli fa szerszámkészítőkkel a gabonájukat. Mert ott a Bakonyban meg nem volt annyira lehetőség a gabonatermesztésre. Viszont nagyon jó szerszámokat készítettek. Tehát azért ilyen árumozgások voltak, nem tudtak mindent előállítani, de azért törekedtek rá. Viszont becsülete volt a megszerzett eszközöknek. Minden családi javaknak megvolt az a becsülete, hiszen megdolgoztak érte, és nagyon erős volt ez az értékmegőrző szemlélet. Bármi bekerült a háztartásba, nem dobták ki, még hogyha olyan dolog is volt, hogy ma már kidobnánk, de nem dobták ki, mert valamire még az még jó lesz. Kerestek neki új funkciót, hogyha már a régi funkciójára nem volt alkalmas. Igazából azért, hogy minél nagyobb arányban elérjék az önellátást, annak érdekében minden dolgos kézre szükség volt. Ugye a kisgyerekek is dolgoztak. Egészen kisgyerekek is. Egy kisfiú is tudott segíteni, vagy egy kislány is tudott segíteni, akár az aratásnál. Szalmakötelet tudott fonni. A marokszedő asszonyok elé tudta teríteni a szalmakötelet, az már egy embernek a feladata volt, és el tudta látni. És ugye abba a szalmakötélbe tették bele a marokszedő asszonyok a kévéket, vagy hát a leendő kévéket, a markot, amit összeszedtek, és abból lett a kéve. Ellátták egy ember feladatát. Kislányok tudtak vigyázni a kislibákra, vagy kisfiúk. Tudok egy olyan emberről, aki a Vértes alján, Csákberényben 5 éves korában pásztorkodtak, 5 éves korában kapott egy utcát Móron az édesapjától, hogy pásztor volt, ugye pásztor család volt, Móról laktak akkor, hogy arról az utcáról az 5 éves kisfiú őneki kellett lehajtani minden reggel a teheneket, meg este vissza arra az utcára. Ugye lent akkor még falu volt Mór, tehát ott lent a központjában találkoztak, ugye az egész család, mindenhonnan a családtagok hajtották le az állatokat, és utána együtt mentek a pásztorok tovább ki a legelőre. De az 5 éves kisfiú megkapta azt az utcát, hogy az az ő feladata. Aztán az időhöz és a jövőhöz való viszonyunk is nagyon megváltozott. Ugye a kultúra mintát ad, hiszen körvonalazódik ebben a mintában, előre körvonalazódik az egyéni életpálya. Ugye az emberi élet rendjéhez tartozik a születés, keresztelés, bérmálkozás vagy konfirmáció után, ugye udvarlás, párválasztás, házasságkötés, gyereknevelés vagy esetleg házépítés, unokák nevelése, öregedés, aztán majd egyszer a halál. Tehát ez az ív ott volt, ehhez a kultúra mintát adott, és a kultúra megszabta, hogy ezen az íven az egyes eseményekkor mit és hogyan kell csinálni. Tehát az ember nagyobb biztonsággal tervezhetett, mint ma. Előre szaladhatott gondolatban ezen az életpályán, és tervezgethetett. Tehát ma már ezt egy kicsit nehéz lenne. Ugye gondoljunk arra, hogy a fiatal lányok előre megválasztották
hogy ki lesz majd a gyerekük keresztanyja. Ugye ez a komálás vagy mátkálás szokása. A halálra, halállal is számoltak, a halálra is készültek. Ugye a idős nénik kihímezték a tükörletakarókendőt, kihímezték a saját szemfödelüket, vagy éppen elkészítették előre a saját koporsójukat, készültek a halálra, és mert hogy ez volt a rend, ez volt az élet rendje. Kunt Ernő, aki a magyar parasztság halálképét kutatta, ő ír erről, hogy a régi ember a halállal befejezte az életét. A mai ember abba hagyja. Nagy különbség. Persze általánosítás, nem tagadom általánosítás, de azért sokat elárul ez a befejezés és az abba hagyás. Aztán a másik, hogy az előrelátó ember olyan fákat ültetett, ami nem biztos, hogy az ő életében termett. Még ma is gyönyörű berkenyefákat, ilyen 2-300 éves berkenyefákat lehet látni a szőlőhegyeken, vadgesztenyefákat, vagy nem, bocsánat, nem vadgesztenye, szelídgesztenyefákat ott Nyugat-Magyarországon, Vasvár környékén, vagy akár öreg diófákat lehet látni, és ma ez már annyira nem jellemző, hogy türelmesek vagyunk, és elültetjük ezeket a fákat. Van egy híres magyar gyümölcsész, Berecki Máté, a 19. század végén írt Gyümölcsészet című könyvében írja, hogy aki fát ültet, az gyakorlatilag 200 évre gondoskodik a családjának a gyümölcsellátásáról. Olyan fák voltak, persze ma már nincsenek ilyenek, majd erre is visszatérünk. Tehát, hogy eleve azok a gyümölcsfák is, amik akkor voltak, azok nem azonnal termettek. Ma már azt várjuk el, és a nemesítés is ilyen irányba ment, hogy már az ültetés évében teremnek a gyümölcsfák. Ugye? És élnek valameddig, de nem olyan sokat. 10-20 évet, aztán vége. Vegyél egy másikat. Tehát ez a tervezett elavulás, amit gyakorlatilag a használati tárgyak területén is nagyon erősen jelen van már régóta. Ugye nem csak, tehát itt a hagyományos kultúrában nem csak a jelennek készültek a használati tárgyak, hanem hosszú időn keresztül szolgáltak. És hogyha már arra a funkcióra nem volt jó, amire eredetileg készültek, kerestek neki egy másik funkciót. Egészen addig, amíg aztán tényleg már semmi másra nem tudták használni, de akkor is elégették, lett belőle hamu, vagy odaadták, hogyha vas dolog, vagy odaadták a üstfoltozó cigánykovácsnak, aki elvitte, és lehet elcserélték valamire. Ugye ma ez a tervezett elavulás, ez nagyon erősen jelen van a társadalmunkban. A másik pedig a közösséghez való viszony. Hát ezt a képet azért tettem ide, mert hogy ez a lakodalmi rétes, ez akkor nyúlik egyenletesen, hogyha nyújtás közben mindenki igazodik a többiekhez. Ugye a magyar paraszti társadalom közösségközpontú társadalom volt. Nagyon erős volt a csoporthoz való tartozás tudata, és a közösség érdeke felülírta az egyéni érdekeket. Egy közösségben élve az egyén mindig biztonságban érezhette magát, mindig számíthatott a többiekre, akár egy építkezés alkalmával, akár egy aratás alkalmával, bármilyen kaláka munka alkalmával. És nagyon erős volt a közösség kontrollja. Erről nagyon sok példát lehetne mondani, hát egyet kiemelek, S. Morvai Judit írja a Asszonyok a nagy családban című könyvében. Ez egy olyan könyv, mindenkinek ajánlom esetleg, akit érdekel, hogy milyen volt a nők helyzete a palóc nagy családokban a 19. század végén. Ugyanis Morvai Judit olyan palóc asszonyokkal tudott interjúkat készíteni, még ugye az 50-es években jelent meg a könyve, tehát ő még előtte készítette ezeket az interjúkat. Olyan palóc asszonyokkal, akik a fiatal korukat, azokat még a 19. század végén élték, és nagy család keretei között. Tehát a palócoknál maradt meg legtovább ez a nagy család forma, hogy együtt élt akár 30 ember is egy családban. Na és hát ő ír egy ilyen példát, neki mondták el ezek a nénik, hogy volt olyan, hogy ugye a hagyományos kultúrában nem biztos, hogy a szerelmes fiatalok házasodtak össze. Tehát nagyon sokszor ugye, ahogy mondták, föld a földdel házasodik, vagy ugye gyakorlatilag a házasságkötés az két család szövetsége volt. És a fiatalok voltak a pecsét. Nem biztos, hogy ők akarták ezt. Na, egy ilyen hasonló történetet ír le Morvai Judit, hogy a lánynak megmondták a szülei, hogy már pedig férjhez mész a
nem tudom, Pistához, de a lány nem akart férjhez menni a Pistához, és azt mondta, hogy nem fogok férjhez menni. És hát ment a húzavona, szembeszállt a szüleivel, és hát leírja Morva Judit, hogy egy rokon később elment hozzájuk, és megpofozta a lányt. És ez teljesen természetes volt. Mert hogy azzal, hogy nem úgy viselkedik, ahogy azt a hagyomány megköveteli, azzal nem csak magára hoz szégyent, hanem az egész közösségre szégyent hoz. Mondok egy másik példát. Ez egy abszolút aktuális, talán 10 éve, 15 éve történt. Én egy faluban lakom a Vértes alján, és hát ugye egy olyan faluban, egy olyan társadalomban, ahol az idősek még, idősekben még ez a hagyományos gondolkodás ér. A fiatalokban már nem. Na most az egyik fiatal házaspárból a nő megcsalta a feleségét, és megcsalta a férjét, és lelépett. A férj édesanyja ezt óriási szégyenként élte meg, és felakasztotta magát. Túlélte, nem sikerült neki. Túlélte. De elmondás, tehát emiatt, a szégyen miatt tette azt. Mert hogy ő abban a kultúrában élt, hogy egy ilyen az egész familiára, az egész családra hoz szégyent. De egy másik példát, egy viccesebb példát is mondok erre, hogy erős a közösség kontrollja. Magyar Igenben Gyulafehérvár mellett a lelkész mesélte ezt még nagyon régen, hogy valahova elment a lelkész, dolga volt, hajnali 3 után ért haza, és a szomszéd néni könyökölt ki az ablakba, hogy merre járt tiszteletes úr. Mert hogy úgy érezte, hogy joga van tudni. Úgy érezte, hogy azért, mert a tiszteletes beletartozik a szociális hálójába, beletartozik abba a közösségi hálóba, hogy tehát ez teljesen természetes volt. Az ember mások tekintetében élt egy kollektivista társadalomban. Figyelték, kontrollálták, és véleményt alkottak. Ugye tetszikelték, vagy nem tetszikelték, mint a Facebookon. Tehát ez ugyanaz. Ugyanerről van szó. Mások tekintetében, a mások előtt, a közösség előtt élt. Jó, ugye szemben az individualista társadalommal, amiben ma élünk, hát ugye itt az egyén magára van hagyva. Nagyon sokszor magára van hagyva az egyén. Nincsen közösségi kontroll, nincsen, vagy nagyon gyenge a közösségi kontroll, és nincsen semmiféle szankció. Azt csinál, amit akar. És sokszor nem tudja, hogy mit akar, és nem mondja meg neki senki, hogy ez hülyeség, amit csinálsz. Gyakran a fogyasztás is örömforrássá válik. Persze, nem azt mondom, hogy a mai társadalomban nincsenek közösségek. Persze vannak közösségek, vannak jól működő közösségek, de nagyon sok közösség a mai társadalomban nem alulról szerveződik, hanem felülről szerveződik. Önkormányzatok próbálkoznak ilyenekkel, hogy valamiféle falu közösséget teremteni, hogy a kisgyerekeknek, az újszülött kisgyerekeknek fákat ültetnek, és ez nagyon szép dolog, tényleg nagyon szép dolog, csak ez eredetileg ugye nem az önkormányzat feladata lenne, hanem a családi. Jó, a továbbiakban nézzük meg, hogy milyen hatással volt a természeti környezet az anyagi kultúra területén. Hát mondhatjuk, hogy az anyagi kultúra produktumai között a mai korunk fontos jelzőjével élve minden bio volt. Tehát minden bio, itt nincs más, csak bio. És minden szinte minden helyi. Ugye nem szennyezte a környezetet a szállítás. Igen. És beszélnék az ártéri gazdálkodásról. Itt volt egy másik díja is a természeti gazdálkodásról, meg többet kivettem belőle, hogy tényleg pörgessem, és ne folyjon el az időnk. De ez egy olyan dolog, ami megkerülhetetlen, hogyha a klímatudatosságról beszélünk, vagy a klíma nem tudatosságról beszélünk, vagy klímatudatlanságról beszélünk. Tehát ez mindenféle klíma nélkül, ez egy zseniális dolog, ez egy példaértékű dolog volt a foggazdálkodás. Ugye az ártereken. Hát nézzük meg, hogy mit csináltak.
átvágták a folyó melletti töltéseket, ezeket hívták fokoknak, ezeket az átvágásokat, és gyakorlatilag árvíz idején az ártéri tavakat feltöltötték vízzel. Számítottak az árvízre. Kellett a víz. Na most ez azt eredt, csapdába ejtették az árvizet. Tehát nem menekültek tőle, hogy jaj, árvíz van, és ugye ma azt csináljuk, hogy építjük a gátakat két oldalra, meg homokzsákokat teszünk még följebb, és rettegünk. Ők nem. Ők számítottak az árvízre, sőt, belekalkulálták a gazdálkodásba az árvizet. Hogyha megnézzük ezen a rajzon. Tehát itt vannak az ártéri tavak, rengetegféle élőhely alakult ki. Rengetegféle élőhely. Ártéri tavak, ártéri erdők, réteg, zsombékos, mocsár, ritkás erdő, és még szántó is, ugye a magasabban fekvő területeken, ott még amiután levonult az árvíz, mert ugye mi történik? Kijön az árvíz, kifolyik ezekben az ártéri tavakba. Igen ám, de ahogy levonul az árhullám, ezeken a fokokon keresztül vissza is folyik. Tehát szépen lassan kijön, és szépen lassan visszamegy. De közben mi történik? A sekély vízű tavakban rengeteg hal volt. A halak nagyon szerették ezeket a sekély vízű tavakat, hiszen hamar átmelegszik, ide jártak ívni. Itt volt az ívás helye. Az emberek egyszerűen csak lerekesztették a fokot, és fogták a halat. Aztán ugye itt az ártéri erdőkben rengeteg gyümölcsfa volt. Ilyen dzsungelgyümölcsös volt, ahol oltották ezeket. Tehát a nagyobb termésűeket, szebb termésűeket oltották, és mindig figyelték, kísérletezgettek ezekkel. Ott voltak az ártérben. Hát képzeljék el, hogy csak a sárközben, ezt fölírtam, csak a sárköz területén 45-50 féle alma, 30-40 féle körte, 20 szilva, 5-6 cseresznye és 4-5 megyfajta volt itt ezekben az ártéri gyümölcsösökben. Itt ez a táj rendszeres és bőséges öntözést kapott, tápanyag utánpótlás is biztosítva volt, hiszen a hordalékokat lerakta. Gazdag vadállatállomány volt a buja növényzet között, élelmet biztosított, bőrt biztosított, prémet. Nagyon gazdag vízivilág, ugye haláztak, madártojásokat gyűjtögettek, kócsaktollat, darutollat szedtek, nádat szedtek, gyékényt szedtek, sást vágtak, piócát. És most mutatok egy másik képet, hogy milyen volt a Kárpát-medence a folyószabályozások előtt. Érdemes megnézni ezt a vízrajzot. Ugye a vízjárta területek lecsapolása és a folyószabályozások után megnőtt a szántóföldek területe, megnőtt a réteg területe, de megnőtt a hajózható vízi út is, de igazából a halászat haszonvétele az rengeteget csökkent, mennyiségi és minőségi változások történtek, hiszen visszaszorult, tehát visszaesett a halállomány. Bizonyos halfajok teljesen eltűntek, tokhal, víza, csíkhal, ezekből szinte kipusztultak. Itt látszik, hogy mekkora vizák éltek a Dunában. Ugye ezek fekete tengeri halak, ezek tengeri halak, de feljöttek az édesvízű folyókba, és pontosan az árterekbe ívtak. Tehát ezek a halak eltűntek, más halak meg felértékelődtek, aminek korábban nem volt akkora értéke. Mint például a ponty, a pozsár, ugye úgy hívták, hogy pozsár. Tehát igazából ez a fajta gazdálkodás, a fok gazdálkodás, az szerintem példaértékű volt, és ugye manapság, amikor évről évre jelentős károkat okoz az aszály az alföldön, a gazdák iszonyú költségeket költenek öntözésre, és mégis hagyjuk, hogy ez az életet adó víz, ez így gátak közé szorítva átfoljon a Kárpát-medencén. Ugye, mert pont ez volt a zseniális, hogy amikor nem esett itt a víz, nem esett itt az eső, akkor is más területek esőzését idehozta a folyó. És nem beszélve arról, hogy az a sok-sok víz ez hűtötte is a tájat, a buja vegetáció hűtötte is. Éppen most olvastam nem olyan régen, hogy valahol a Tisza mentén megint kivágtak egy ilyen 90 éves ártéri erdőt. De a vízügyi szakemberek azért, mert hogy ez lassítja az árvíz levonulását. Tehát igazából a vízügy sincsen ezzel tisztában, és pont ez a lényeg, amiről itt az elején beszéltem, hogy ez a hagyományos ökológiai tudás, hogyha ez tényleg a
akár a környezetvédők birtokába kerül, akkor ebből valamit csak vissza lehetne hozni, úgy gondolom, ami jó irányba vezethet. Jó, aztán nézzük a földművelést. Ugye itt az előbb beszéltem erről a tervezett elévülésről. Hát ez a terméktervezés, ez a földművelés meg az állattenyésztés területén is jelen van manapság. Minden korábbinál láthatóbb mértékben van jelen ebben a világban, és nem tesz kivételt az élő szervezetekkel sem. Nézzük a vetőmagot. Ugye olyan irányba megy a nemesítés, hogy azok a gabonamagvak, amiket árusítanak, a gazdák elvetik, persze sokszoros termést hoz, nagyon sok termést hoz, igen ám, de azt hiába fogja meg magának azt a vetőmagot, abból újra nem tud vetni. Tehát minden évben újra és újra meg kell venni a vetőmagot, mert vagy csíraképtelen, vagy nem tartja a fajta azonosságát. És akkor nem beszélve arról, hogy persze hozza azokat a nagy hozamokat, igen ám, de megfelelő műtrágyázás mellett hozza azokat a hozamokat, és ugye ugyanakkor ez egy legyengült növény, ami, illetve bocsánat, egy gyengén ellenálló, tehát nem olyan ellenálló növény, és permetezni is folyamatosan kell. Ilyen irányban megy a nemesítés. Az előbb itt a gyümölcsfákat emlegettem, ugye, hogy beszűkült ma a fajta használat. A világon a gyümölcsökből, ugye a citrusfélék meg a banán után a harmadik legnagyobb mennyiséget termesztik az almából. De ugyanakkor az egész világ alma termesztésében gyakorlatilag néhány tucat almafajta van. Egy ismerősöm mesélte, hogy azok a tyúkok, amiket mostanában vett valahonnan, nem kotlanak meg. Tehát gyakorlatilag nem, nincs utánpótlás, nincs utód. Nincs kotlós tyúk. Nem kelti ki a tojást. Aztán felírtam itt egy csomó mindent, hogy mozoghattak az állatok. Hát igen, én nekem volt szerencsém, vagy nem szerencsém járni körülbelül 20 évvel egy ilyen csirketelepen, ahol tojásokat, gyakorlatilag egy tojásgyár volt tényleg. Itt ketrecekben voltak a tyúkok. Ekkora helyem, 4, egymás fölött, akkora csarnokban, mint mondjuk egy Tesco, és ilyen kis szállító szallagon, ugye lejtős rácson álltak, semmi helyük nem volt, egymás mellett álltak, lejtős rácson, és amikor pottyantottak egy tojást, akkor az kigurult, és vitte a szállítószalag. És ennyi volt, és toll alig volt szerencsétleneken, hiszen egymást csipkették. Nem volt helyük. Stresszes tyúkok, stresszes tojás. Ugye itt mozoghattak ezek az állatok. Helyük volt, istállóban, olban laktak. Ugye sokszor sokszor az állatoknak a lakóhelye az minőségi anyagból készült el, mint az emberi lakhely. Ugye a szilajtartásban, például a disznókat, amikor ugye a zsenicben vagy a bakonyban volt ugye ez a szilajtartás, hogy kint voltak gyakorlatilag az állatok egész évben az erdőben. Ez a makkoltató sertéstartás. Hát arany életük volt, hát mint a vaddisznók, úgy értek. De amelyik egy istállóban laktak, ugye azok is megfelelő minőségű takarmányt kaptak, nem volt permetezett takarmány, természetesen növényekből származó takarmány, nem voltak hormonokkal, antibiotikumokkal kezelve, hogy pillanatok alatt megnőjön és már vágás élet legyen az állat, mert kell a szalámiba. Hogy az építészetben, tehát a népi építészet az mindenhol azt hasznosította, ami helyben volt. A helyben, közelben található természetes építőanyagokat, és illetve alkalmazkodott a népi építészet a helyi éghajlathoz. Ugye itt a tető dőlésszögétől kezdve a tüzelő berendezés megléte vagy hiánya, ez mind az éghajlattól függött. Ugye a Kárpát-medence éghajlati viszonyai megkövetelték a fűthető lakóházak építését, megkövetelték, hogy 45 fokos dőlésszöge legyen a tetőnek, hiszen hát a csapadékelvezetés véget, ugye főleg a téli csapadékelvezetés véget, hogyha egy lapos tetejű házakat építettek volna, hát az lehet, hogy összerogy, mert a hónyomás beszakítja. Megkövetelte az éghajlat, hogy a takarmány és a gabonatárolására is fedett épületeket emeljenek, illetve hát az állatok, a belterjes állattartáshoz is zárt építményeket készítsenek. Ugye építőanyag lehetett a föld, ez is többféle módon, ugye akár rakott
rakott falat készíthettek, rakott sárfalat, amit utána ásóval szépen elegyengedtek egyenesre, vagy vert falat, amikor zsalú közé szorították, ilyen döngölő fákkal, és úgy építették fel, vagy ugye, ami már egy modernebb dolog volt, az a vályog tégla. Itt is látjuk, hogy azt vályogvetők készítik, és a napon szárítják. Hát vagy a föld, vagy a fa. Ugye ez is lehetett ez a zsilipelt fal, amikor a deszkákat gyakorlatilag hornyokba csúsztatták bele, vagy a boronafal, boronafaluház, aminek a közeit azt mohával tömték ki, és utána ezt bedeszkázták és bevakolták. És ugye építőanyag a kő is, de ez kevés vidéken. Ugye fában gazdag területeken egyértelmű, hogy a fa volt, az erdős területeken, Erdélyben vagy Nyugat-Magyarországon. A kőépítkezés az igazából a Balaton felvidéken volt inkább jellemző, meg az északi középhegységben. Elvétve máshol is előfordul, de ez egy ritkább dolog volt. És minden máshol a föld. Az Alföldön kevés volt a fa, hát ott földből építettek. Hát itt a lakás kultúra, illetve a használati tárgyak területén is látjuk, hogy igazából itt minden a természetből származik, szinte minden bio, minden helyi. Annyi megkötéssel, hogy ugye itt ezeket a festett ládákat már voltak ugye olyan asztalos központok, mint például Komárom, ahol ugye a Vágon és a Dunán leúsztatták az alapanyagot, leúsztatták a fákat. Elkészítették a komáromi asztalosmesterek az asztalos ládát, a festett asztalos ládákat, aztán utána a Dunán leúsztatták, a hajókkal mentek le a Dunán, és a Duna két oldalán árusították ezeket a festett ládákat, egészen Belgrádig eljutottak, és tulajdonképpen a Duna két oldalán teljesen hasonló stílusú festett ládákat találunk. Hát az öltözködésben is ugye a gazdaságosság érvényesült, hogy amit elkészítettek, amit megszőttek, abból ne legyen felesleg. Ugye a szabott, tehát a vászon téglalapjaiból, ahogy megszőtték a szövőszéken, abból varták össze, abból szabták össze, abból állították össze a ruhákat. Ugye a fehér vászonruha, ez ugye évszázadokon keresztül mind férfi és női viselet is lehetett. Ugye a férfiaknál a gatya és az ing, nőknél ugye szintén a blúz és a pendely, vagy a szoknya. Ugye ezeknek az alapanyaga a kender volt és a len. És egy kicsit nézzük meg, hogy hogyan is készültek ezek. Nagyon gyorsan, mert tényleg szűkös az időnk, de egy picit, ugye a kender és a len, amit nyűni kellett, úgy kellett kinyűni, hogy minél hosszabb legyen benne a rost, tehát a gyökerét is felhasználták. Aztán áztatni kellett, hogy a felesleges, könnyen bomló dolgok, ezek a bomlékony részek, azokat vigye el a víz. Majd megszállították, törték, ugye a tilolóval, gerebenezték, kifésülték, és aztán fonták, majd szőtték. Hát ha ma így kellene készíteni a ruháinkat, akkor azt hiszem, hogy nem lenne... Valószínűleg tartósabbak lennének a ruháink, valószínűleg jobban megbesülnénk őket, tovább tartana a ruhakollekciónk, nem olyan gyakran cserélgetnénk a ruhatárunkat, és többen szembefordulnának azokkal a divat cégekkel, vagy divatipari felől jövő hát kívánalmakkal, hogy minden évben más, évszakonként más kollekciókat kínálnak. Tehát azért ez valószínűleg egy... nehéz lenne akkor nekik. Tehát nem unatkoztak ezek az emberek régen. Na. Aztán, hát én megint kivettem innen ugye a gyapjúruhákat, mert még gyapjúból is készültek ruhák, illetve bőrből. Arról most itt nem akarok beszélni, mert tényleg repül az idő. De egy kicsit a tisztaságról, tisztálkodásról, mosásról szeretnék beszélni. Csak tényleg pár mondatot. Ugye egyfajta ellentét párba is lehetne ezt állítani, hogy tisztaság, és tehát valami tiszta és valami koszos. De olyan ellentét párba is állíthatjuk, hogy valami tiszta és valami tisztátalan. És már is megjött a természet feletti, amiről beszéltem, hogy a természet és a természet feletti egyben van, egy környezetet alkot. Hadd olvassak föl egyet a Bukovinában, a reggeli mosakodás közben milyen imaszöveget mondtak. Mert ugye ez természetes volt, hogy a reggeli mosakodás az testi-lelki mosakodás.
nem csak a testünket mostuk, vagy nem csak a testüket mosták meg, hanem gyakorlatilag a lelküket is tisztították. És ez nem csak Bukovinában volt, máshol is. De egy bukovinai szöveget hoztam. Azt mondja: dicsértessél, ó áldott víz, ki megmostad az én gyarló testemet. Mosd meg az én bűnös lelkemet. Dicséret neked, örök Atyaisten, ki az egész világot teremtetted. Áldott a te neved, áldott a teljes szent háromság most és mindörökké. Amen. Hát mennyire más mentalitást sugall lesz, mint amiben most élünk. Egyébként, ha már itt a tisztálkodásról beszélünk, akkor a fizikai tisztaságról, fizikai tisztálkodásról is beszéljek. Ugye egyetlen egy tisztítószer volt. A szappan. Azzal mostak, azzal mosakodtak, azzal mosogattak, azzal borotválkoztak, és nem volt annyiféle tisztítószer, mint amennyi mostanában elárasztanak bennünket a reklámokból. Gyakorlatilag, hogyha minden dolog tisztítására másik mosószert vennénk, hát akkor rengetegbe kerülne egyrészt, másrészt meg ezeknek a mosószereknek gyakorlatilag az alapanyaga szinte mindnek ugyanaz, csak az egyik illatosított, a másik jobban habzik. Szappan volt. És a szappan miből készült? Hulladékanyagokból. Ja, nem? Ja. Tehát hulladékanyagokból... Gyere csak, persze. Hulladékanyagokból készült a szappan. Miből? Hamuból. Egyrészt fahamuból, és valami zsíradékból. Ugye manapság a szappanba, meg mindenféle ilyen tisztítószerekbe kőolajszármazékokat raknak, ami iszonyú nagy környezetterheléssel jár. Régen hamu volt, fahamu, meg valami zsíradék. De az a zsíradék is gyakorlatilag hulladék, tehát ilyen zsírhulladék volt. Hát fagyú, marhafagyú, vagy birkafagyú, amit másra nem használtak el. Manapság is lehet egyébként készíteni fahamuból tisztítószereket. Nagyon, nagyon egyszerű a recept, hiszen körülbelül olyan 4 liter vizet kell, 4 liter vízzel kell leforrázni 1 kiló fahamut, egy kicsit főzni együtt, és utána hagyni néhány napig. 2-3 napig, hogy hadázon. És gyakorlatilag ennyi. Le kell szűrni egy vászonnal, fönnmarad a hamusár, ami kiváló súrolószer. Manapság de rengeteg, de nagyon környezetkárosítók azok a súrolószerek, amiket lehet kapni. A hamusár az tökéletes súrolószer, és ami meg átfolyik, az a tiszta hamulúg, abból azzal lehet mosni, mosógépben is ugyanúgy ki lehet méregetni, bele lehet önteni, illetve hogyha azt a hamulúgot, azt valamilyen zsíradékkal együtt megfőzzük, ugye régen még a dögöt is megfőzték, tényleg az elhullott állatot is megfőzték szappannak, de akármilyen zsíradékkal, ugye manapság már olívaolajat tesznek bele, vagy egyéb napraforgóolajat, bármit, de hogyha azzal együtt megfőzzük, akkor körülbelül egy hónap múlva, mert azonnal nem lehet szappanként használni, hiszen rettenetesen szárítja a bőrt, nagyon lúgos, de kell az egy hónap ehhez a szappanosodási folyamathoz, és hogyha ez végbe megy, akkor egy hónap múlva szappanunk van, és tudjuk használni. Na, hát igazából ez az értékmegőrző szemlélet, ami a paraszti társadalmakban, illetve a magyar paraszti társadalomban erősen jelen volt, ez eredményezte azt, hogy gyakorlatilag az újrahasznosítás mesterei voltak. Ugye konyhai szerves hulladék, bármilyen szerves hulladék megette az állat. Ha mégis olyan volt, hogy nem ette meg az állat, akkor az kiment a trágyadombra. És tápanyagot adott a kertnek később. Papír hulladék, ugye később, amikor már jött az újságpapír, csomagolták bele a szalonnát, mindenfélét abban csomagoltak, vagy jó volt a begyújtáshoz, vagy WC-papírnak használták, aztán a trágyadombon kötött ki. Hát én láttam olyan, most így a WC-papírról jutott eszembe, hogy ugye régen ilyen pottyantós budik voltak a házaknál kint, és hát én láttam olyat, hogy a német rohamsisakkal merte ki az ember a pottyantós budi tartalmát, amikor megtelt, és ment a kertre. Mert hogy ezt hasznosították. Az értékes tápanyag kertnek. Hát jobb, mint a műtrágya. Aztán az egyéb éghető hulladékok, mindenféle, ment a tűzbe. Gondolok itt kukoricacsutkára, vagy a kukoricaszár, amit már az állatok meghagytak, nem rágták le a levelét, a gyékényszár. Fűtöttek vele, vagy főztek vele,
lett belőle hamu, abból lehetett hamulók, szappan, ugye zsírhulladékkal főzve, ahogy az előbb mondtam. Az ünnepi ruhából is hétköznapi ruha lett, hogy elhasználódott, aztán munkaruha, vagy akár kapcarongy, amit a csizmába tekertek, vagy rongyszőnyeg, vagy pelenka a gyereknek, vagy betét az édesanyának, mert hogy tehát nem volt más. Aztán végül hamu. Törött üveget, kerámiát ugyanúgy el tudták használni, hiszen rendkívül jó hőtartó. A kemencébe beépítették, a kemence aljába, és hogyha az egyszer átmelegedett, jó vastag rétegben, akkor az nagyon-nagyon sokáig tartotta a hőt. A kapa, a Hofer Tamás Féleditnek van ez az áltányi írása, hogy ott gyakorlatilag kapaformákról is írnak, áltányi gazdálkodásról, hogy a kapa, amikor megvették az új kapát a kovácstól, akkor az férfi kapa volt. Férfiak használták, hiszen nagy volt. Aztán évtizedek múlva a sok élezéstől, reszeléstől kopott, női kapává vált. Aztán évtizedek múlva a sok élezéstől, reszeléstől lehetett belőle répa kapa is, ugye az kisebb, de lehetett belőle gyerekkapa. Aztán amikor már gyerekkapának is elkopott, akkor lett belőle ócskavas, gyűjtötték az ócskavasot félretéve, és aztán, hogyha jött a cigánykovács, akkor odadták neki, vagy elcserélték valamire, vagy éppen abból a vasból foltozta meg a cigánykovács az üstöt. Vagy, hogyha itt népzenészek között vagyunk, akkor a dorombot is ugye a cigánykovácsok készítették. Aztán később, amikor már itt a 20. század második felében, 20. század vége fele megjelenik a műanyag, akkor először pontosan ez az értékmegőrző szemlélet az, ami a műanyag hulladékokat is gyakorlatilag nem hulladékként kezeli, hanem ugyanúgy, hogy valamire még jó lesz. Elmossák a nejlonzacskókat, félreteszik a nejlonzacskókat, valamire jó lesz, valamit beleteszünk még. A műanyag csomagolóanyag teljes zacskókból szőnyegeket, lábtörlőket horgoltak, szatyrokat horgoltak, de jó volt szőlőt kötözni. Fémhulladékok, ugye itt a 20. századról beszélünk, amikor már a falvakban is ott voltak a kisgépek, ott voltak a motorok, a régi, kiszuperált motorokból, mindenfélét csináltak, ilyen kis traktorokat, csettegőket, mindenfélét. Tehát nem keletkezett szemét. Nem keletkezett szemét. Ahhoz képest manapság a csendes óceánban ott úsznak közép-európányi méretű szemétszigetek, amiket a tengeráramlatok sodortak össze. Kettő ilyen nagy szemétsziget ott van a csendes óceán közepén. Jó, hát akkor most hagyjuk el egy kicsit ezt a, előre szaladtunk egy kicsit az időben, de hagyjuk el a tejzacskóknak a világát, meg a kis traktorok világát, és ugorjunk vissza a 19. század végére, ugyanis ekkor az árutermelés kibontakozásával átalakulnak a társadalmi viszonyok. Itt a 19. század végén már kiépül a gyáripar, kiépülnek a vasútvonalak, és gyakorlatilag a kereskedelem mindent behálóz. És ez a mindent behálózó kereskedelem ez eljut a legeldugottabb falvakba is, a legeldugottabb vidékekre is. És a parasztember számára nem volt választás. Szembe kellett nézni. Szembe kellett nézni ezekkel az új kihívásokkal. Szembe kellett nézni a városi, ipari kínálattal. Szembe kellett nézni a piaccal. És ugye hát ez nagyon különböző irányú változásokat eredményezett. Teljesen új életstratégiákat kellett kialakítani. És hát ezek az új életstratégiák, ezek néha azt jelentették, hogy szembe kellett fordulni a hagyománnyal. Szembe kellett fordulni az addigi hagyománnyal. És egy ilyen szembefordulás az egykézés. Nem tudom, hallott-e erről valaki valamit. Az egykézésről. Ugye, arról van szó, hogy meggazdagodtak az egykézés során, hiszen az egykézés egy olyan születésszabályozási rendszer, hogy egyetlen egy gyereket vállalnak. Csak egy gyerek születhet. Nem születhet másik. Tehát kialakult egy olyan beteg születésszabályozási rendszer, hogy ha már egy második gyerek akar születni, akkor ugye mindenféle házi módszerekkel megszakították a várandóságot. Kalotaszegi temetőkben, ahol ez az egykézés dívott, ugye Kalotaszegen, Sárközben, Ormánságban, nagyon sok helyen, kalotaszegi temetőkben, például Magyarvistában nagyon szép sírfeliratokat lehet látni, olyan
fiatal édesanyákra, akik ilyen 10-20 éves korukban haltak meg, és a hírfelirat szépen elmondja, hogy azért, mert második gyereke született volna, és nem sikerült a beavatkozás. Tehát volt ez a gyakorlat, ez a társadalmi gyakorlat. Ez már egy nagyon rossz volt, hiszen a templomokban a lelkészek, ugye református vidék, arról prédikáltak, hogy ez Isten terveivel szembe megy. Isten nem ezt akarja, de annyira erős volt ez a gyakorlatilag a polgári lét, a polgári egzisztencia az egy ilyen ideállá vált, és ezt kezdték el követni. És úgy gondolták, hogy ez egy jó út, hogy ezáltal meg tudnak gazdagodni, ezáltal fel tudnak emelkedni, hogyha elkezdenek egykézni. Na most a sár közben ez úgy történt, hogy itt az előbb beszéltem a folyószabályozásokról. A Dunát szabályozták. A sár közben rengeteg új termőterület lett. Gyakorlatilag az öt sárközi falu meggazdagodott már abból is, hogy megnőtt a határa, megnőtt a termőterület, felesleg termett, ezt el tudta adni, már ebből meggazdagodott. Igen ám, de elkezdték az egykézést. Most nézzük meg, azért tettem be ezt a képet is, hogy egy kicsit lássuk, hogy is működött ez. Itt a négyzetek azok férfiakat jelentenek, a körök azok nőket, és egy ilyen páros, ez egy házaspár. Hogyha megnézzük ezt, akkor látjuk, hogy gyakorlatilag 16 emberből 1, 2, 3, 4 generáció múlva csak egy lesz. Tehát fogy a társadalom, iszonyú ütemben. Vasas Samu írta 1960-as években, írja a Kalotaszegről, Bogártelkéről, ugye azt írja, hogy Bogártelke a Cifra Kalotaszegen, ott onnan sugár irányban terjedt az egykézés. Ugye Cifra Kalotaszeg, nem véletlenül Cifra Kalotaszeg, hiszen ez az egykézés, ez együtt járta a népművészet felvirágozásával, a népművészet virágzásával, hiszen pontosan ez a gazdagodás eredményezte ezt a virágzást. Na most azt írja Vasas Samu 1960-as években, hogy van olyan ember, aki 3-4 házat örököl. Mert hogy elfogy a társadalom. A sár közben ez úgy történt, hogy igen, volt egy társadalmi vákum, de ebbe a társadalmi vákumba a sárköz peremterületeiről nyomultak be a szegény legények, hogy beházasodnak egy gazdag családba. Na igen, tehát azt látjuk, hogy fogy a társadalom, de azt is látjuk, hogy gazdagodik, hiszen itt 4 generáció elteltével egy ember kezében van 16 család vagyona. Ugye ezzel a polgárosodással megnő a fogyasztás. Tehát olyan polgári fogyasztási szokások jönnek, a sárköziek meg tudták tenni azt, hogy Franciaországból, Lyonból hozzanak sejmet a viselethez. Tehát azért olyan gazdag, és azért van tele sejemmel a sárközi viselet, mert ennek árán. Mert ennyire gazdagok voltak, hogy ezt megtehették. Egy sárközi néniről tudok, aki egy decsi néni, aki 52 rend sárközi ruhája volt, tehát 52 rend ruhája volt, az év minden hetére másikat vett föl. Hát ez egy kicsit már beteges. Ugye Kalotaszegen, Cifra Kalotaszegen, ahol szintén ment ez a versengés a családok között, itt szintén, ugye a gyöngyös pártának a gyöngyeit, azt Csehországból hozták. Nem volt jó a helyi. Csehországból kellett hozni. Akkor a gyöngyös párták születtek, hogy 3 kilósak voltak már, és a lányok azok könyököltek a templomban, mert nem bírták ki az istentisztelet hosszát, mert annyira nehéz volt. Tehát elindult egy ilyen versengés, gyakorlatilag ezek a reprezentációt szolgálták, hogy megmutassuk, hogy igen, mi már módosabbak vagyunk. És ugye ez az az időszak, amikor megjelenik a cukor használata, ez az az időszak, amikor gyakorlatilag mindenféle fogyasztási szokások bővülnek, és hát változnak. Úgy gondolom, hogy ez tökéletesen demonstrálja azt, hogy a hagyományokat gyakran a szegénység konzerválja. És hogyha az emberek már megtehetik azt, hogy már nem szegények, és megtehetik azt, hogy előrelépjenek, akkor szembefordulnak a hagyománnyal. Vagy esetleg valami újfajta hagyományt teremtenek, mint ez az egykézés volt akkor. Úgy gondolom, hogy ez a paraszti polgárosodás, ez egy hatalmas nagy lépés volt azon az úton, amely a mai fogyasztói társadalmunk felé vezet. De inkább úgy fogalmazok, hogy egy hatalmas lépés volt azon az úton, ami a mai elfogyasztó
társadalom felé vezet. A változás, igen, arra lenne szükség. Átlagosan a Földön minden emberre 1,8 hektár jut. Ugye ennyi az átlagos ökológiai lábnyom. De, illetve ennyi jutna, de ugye a természetes, tehát tulajdonképpen a természeti kapacitást kiszámolják, hogy mennyi szántó, mennyi legelő, mennyi energia, stb. Jutna egy emberre, és ez alapján végeznek ilyen számításokat. Hát Magyarországon egy magyarországi lakos ökológiai lábnyoma 3,7 hektár. Tehát duplája, mint amennyi jutna. Az USA-ban ez az ökológiai lábnyom egy emberre 9,6. És ilyen 9-es körüli értékkel rendelkezik az Egyesült Arab Emírségek, Kanada, és ugyanakkor a másik végén ott van Banglades, meg Mozambik, ahol 0,5. Tehát ezt csak úgy tudjuk megtenni, hogy többet fogyasztunk, mint a természeti kapacitásunk, hogy más országok természeti kapacitását is felhasználjuk. Ugyanakkor nem használjuk ki a sajátunkat, hiszen akármerre látom, akármerre járok, mindenhol látom, hogy a falvakban nem kertészkednek az emberek. Ott az üres telek, nyírja a füvet, maximum csak akkor lép rá a földre, egyébként mindenféle kapcsolatot megszakít a földdel, mindent letérkövezünk, mindenhova járdát teszünk, rá se lépünk gyakorlatilag, saját magunk barikádozzuk el azzal a járdával magunkat az anyaföldtől. Akkor lépünk rá, amikor füvet nyírunk, és ugye nagyon sokan van, persze általánosítok, vannak kivételek, de tényleg van egy ilyen tendencia. Akik csak tényleg tujasort ültetnek a kertbe, és rengeteg, csak fű van, meg térkő. Ami a térkő, hát valljuk be, melegít. Átmelegíti a nap, és ugyanúgy hőt termel vele. És árnyék az nincs. Holott, ugye régen, amikor fák voltak, bokrok voltak, gyümölcsfák voltak, veteményes kert voltak, hát sokkal nagyobb lombtömeg, sokkal nagyobb felület, ami párologtat, ami hűt. És hogyha mondjuk egy ember ezt csinálja, az még lehet, hogy a közvetlen környezetét hűti, de hogyha mondjuk egy egész falu ezt csinálja, egy egész faluban ott vannak a fák, akkor gyakorlatilag árnyékban van a falu. Sajátos mikroklíma. Magyarországon az utóbbi 20 évben megkétszereződött az energiafogyasztás. És az a döbbenetes, hogy nyáron használunk több energiát, mint télen. Ugye a téli fűtés az természetesen az létszükséglet. Na de nyáron a hűtés az csak kényelmi szükséglet. És mégis iszonyú sok energiát elhasználunk rá. Ugyanakkor Magyarországon a leggazdagabb, vagy nem Magyarországon, hanem a világban a leggazdagabb emberek, azok többet költenek fogyókúrára, mint a legszegényebbek élelemre. Többenet. Hát pazarolunk, szennyezünk. És ahogy mondtam az elején, hogy minden bio és minden, szinte minden helyi, hát itt már semmi nem bio. És semmi nem helyi. Megveszük a kínai fokhagymát. Minek? Olyan igénytelen növény. Az ember csak előteti, és kínő egyszer megkapálja, és ott van egy egész egy évre való fokhagyma. Ugye régen egy évben gondolkodtak, egy évben terveztek. Hiszen előre azt meg kellett termelni. Jó. Mit tanulhatunk ebből az egészből, amit én most levetítettem? Mit tanulhatunk a parasztságtól? Azt tanulhatjuk, hogy ha már egyszer rá vagyunk utalva a természetre, akkor ismerjük meg olyan mértékben, hogy hosszú távon, fenntarthatóan és túlhasználat nélkül tudjuk használni. És ezt ugye a hagyományos kultúrában biztosította a keresztény világkép, biztosította az ebből fakadó utód generációk iránti felelősség, tehát ez a felelősség, és ugyanakkor volt egy nagyon-nagyon erős közösségi normarendszer, ami szintén ezt biztosította. És köszönöm szépen a figyelmet! És
és tényleg elnézést kérek, hogy ennyire hosszúra nyúlt, és hát 20 perccel tovább tartott, mint a tervezett. Semmi gond, de szerintem ittuk a szavaidat. Köszönjük szépen köszönöm én is az előadásodat. És hát szerintem sok mindent elindíthatott a fejünkbe, úgyhogy szerintem az szuper lenne, hogyha majd ezekről beszélgetnénk is, hogy ki miről mit gondol, és hogy lenne ezen a téren is folytatás ennek az egésznek. És remélem, hogy nem sokan mentek haza, mert a lent a pincében most nézenei koncert fog kezdődni, kifejezetten klímatudatos dalszövegekkel. Úgyhogy ott folytatódik a buli. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok ezen a részen.